Július 1-től a gyermekkórházban folytatom a munka tevékenységemet. Körülbelül június közepén jött ez a döntés, és megbeszéltük a kormányzóval, és megírtam a kérelmemet, hogy a megyei egészségügyi főosztály éléről átkerüljek a megyei gyermekkórházba, kórház igazgató helyettesi beosztásba. Ez egy döntés, ami tulajdonképpen nem függ össze a szakmai kompetenciámmal, nem függ össze a járvánnyal. Ez egy döntés, amit meghoztam tulajdonképpen, tudatosan megbeszéltük a munkaadóval, és nagyon örülök, hogy egy olyan intézménybe kerültem vissza, ahol elkezdtem az orvosi pályafutásomat 35 évvel ezelőtt, augusztusban lesz 35 éve, hogy itt kezdtem el dolgozni, és én tudom, hogy hazajöttem egy olyan kollektívához, ahol mindenkit ismerek, és engem mindenki ismer, és tulajdonképpen az elmúlt évek az mind egy tapasztalatszerzés volt. Mert ugye a 35 év tapasztalat, ez mindig új és új lehetőségeket ad évről évre, és a főigazgató a majdnem 6 éve eltöltött munkaidő. Ez egy olyan tapasztalat, ami segít majd itt engemet tovább dolgozni a megyei gyermekkórházba, és mint a kollektívát erősíteni, mint a pácienseknek több lehetőséget adni tulajdonképpen a kezelésre, a gyógyításra, stb. Tulajdonképpen megkérdezte a kormányzó, hogy kit látok szakmailag ezen a poszton, és én mondtam is neki néhány nevet, nem egy nevet mondtam. Ez már az ő döntése, hogy kit fognak választani, vagyis nem is annyira választani, hanem tulajdonképpen kell, hogy kiírjanak egy versenyt, ahol majd győzön a Jobbik. Ahogy mikor én megpályáztam ezt az állást, úgy szintén 8 ember indult, és akkor én jöttem ki győztesnek. Úgyhogy remélem most is szakmailag fognak dönteni.